Sokan emlékeznek még erre a főcímre, a régi bukaresti magyar adás szignója ez. Ezek a képek pedig régi tévés kollégák emlékét idézik. Egyesek már nincsenek az élők sorában, mások még beleírták emlékeiket abba a könyvbe, amely nemrég jelent meg, és amely a Mi magyar adásunk címet viseli. A mai nézők, a mai fiatalok, azt tudják, hogy volt egy diktatúra, akkor nyilván ott kórusba álltunk, és dicsőítettük Ceausescu elvtársat. Holott mi az első fél órában, negyed órában időnként elintéztük a Ceausescu zengedezést, az ódát Ceausescuhoz, ugye, vagy éppen a vívmány riportokat, oda csoportosítottuk az első felébe, és akkor a második fele az másról szólt, az mintha nem itt készült volna. Ehhez hasonló emlékeket idéztek Tomcsányi Mária és Simonfi Katalin egykori bukaresti tévések a Mi magyar adásunk című könyv kolozsvári bemutatóján. A házigazda Tibori Szabó Zoltán mellett a bemutatón jelen volt Ház Szabó Gyula, a kiadó igazgatója is, aki archív felvételekkel színesítette az amúgy is színes és érdekes mondanivalót. Hát ami van, megvan, mert közben néhány éven keresztül azokat a filmtekercseket, amelyeket bezúzásra ítéltek, és hát akkor a vágónők heteken, hónapokon keresztül ezen dolgoztak, azért, hogy ez is kolloidot vonjanak ki. Tehát ez volt mondjuk az indok, de nem ez volt a valós ok. Tehát akkor ezek elvesztek mindenképpen. Főleg kiadó anyagok voltak, mert azért annyira klasszak voltak a mi vágónőink, hogy tudták, hogy mi az, amit érdemes mégis megmenteni és elküldeni Zsilavára. Lesz, ami lesz. Mondta Simonfi Katalin a 90-es újraindulás előtti anyagok sorsáról. Kérdésünkre, hogy kinek is ajánlja ezt a könyvet, Tomcsányi Mária így válaszolt. Hát ezt a könyvet mondjuk nektek, fiatalabb szakmabélieknek, és úgy nagyjából mindenkinek, mert hát végül is annak is, aki látott bennünket, annak is, aki már nem látott bennünket, és főleg azoknak a fiataloknak, abban a reményben, hogy egyáltalán könyvet vesz már van a manapság valaki a kezébe, azoknak, akik mondjuk nem tudnak eleget erről a korról, vagy nagyon felületesen tudnak, amit tudják, amit tudnak, mert és arról a módról, ahogyan, mert mindig azt kérdik, hogy jó, hát abban a cenzúrában hogy tudtatok dolgozni, a cenzúra körülményei közepette. Hát okos ember akkor is tudott még a cenzúrával is szót érteni. A Mi magyar adásunk című könyv emlékezés, de egyben kordokumentum is. Az 1969 és 1985 közötti időszakot mutatja be. A magyar adás kezdeteiről szól, az emlékezők pedig egykori munkatársak, olyanok, akik részt vettek a Román Közszolgálati TV magyar vonalának megalapozásában.